You showed me your light, then left me in the dark. With just a whispered breath, I'd be choking on my heart. I wanna call your name when I'm lost in the heat of the moment. I wanna call your name, but I just got to keep it together. I wanna Hello, hello, sziasztok, szia Geri, két Geri, Misi, sziasztok. Szép estét. Azt mondja, pillanat is kezdem. Ja, nem tudom, hogy lehet, hogy még elment valamit csinálni, vagy Mortóba, vagy valami. Ja, szerintem lehet, hogy kiugrott addig, mert ugye nem tudtam pontosan mikor tudom elindítani.
Nem hinném. Hát de akkor nem mondtam volna, hogy még nézi. Vagy szíriákra gondolsz? Azt nem tudom. Ja, hogy ő már... Az lehet, látod. Na.
Találtam párat. Szállj be a csónakba, fiú. Ja, igen, elég jó eltalálták. Jogos, jogos. Jajom, túl Halló Belló, remélem kényelembe vagy. Hozzáköszem a csónakhoz. Na, hozzáköss. Boy. Fiú. Elég lesz. Ja, még egy dolog. A hárdnál sok mindent ki fogok kapcsolni. Várjál, mi az, hogy világos? Egyéni, széles, hát... Oké, hogy ne zavarjon bele, illetve a feliratot kikapcsolom. Azt hiszem itt van, ez az ki, oké, jó. Hogy ne legyenek még ilyen hád dolgok sem. Apám? Igen. Megváltozott valami? Olyan másnak érzem az erdőt. Minden más, fiú. Ne foglalkozz vele. Igen, uram. Nem, Jézus, dehogy is. Ne, hát nektek se jó, hogyha a sztori miatt, meg a szinkron miatt játszom, és mondjuk 10 órát egy boss-t ölök, érted? Nem, de úgyis. Igen, Ácsi, azaz. Leges, legnehezebb fokozaton. Hát azt gondolom, Jucus, az biztos meg. Így is lesz szerintem több mint 20 óra. Ha sietek, még akkor is. Ez volt az utolsó.
Ja, Ácsi, nem. Hát itt a sztori fokozaton azért nem. Persze jut, hogy igen. Nem. Lám előttem az anyám. Lám előttem az apám. Csak nyugdíjas módban. Lám hívnak ők engem. Hát de jó, közben tudok hajálni. Lám hívnak ők engem. Lám hívnak ők engem. Lám hívnak ők engem. Lám hívnak igen. Ők engem. Megint. Készen áll. Készen áll. Találj haza. Szabad vagy. Mint a madár. Igen, biztos az. Háskuládni. Ah, még mindig azt a kekszet. Még marad belőle bőven. Sajnálom. Nyom vissza. Kis bibis. Bibis a keze. Ez a kés. Az övé volt. Most hát én is csak azért eszem Ácsi a kajákat, mert az ízét szeretem. Kinézett még miatt még nem nagyon ettem. Bár van olyan is, ami lehet, hogy megtudnék. Ameddig tudott. Utasd. Most? Most. Mire vadászunk? Szarvasra fogsz. Merre? Amerre a szarvas van. Rendben. Erre. Hát, mit tudom én, nehéz eldönteni, hogy miért teszek, de egyrészt ilyes is vagyok, meg finom is. Apám, ezt miért most csináljuk? Tudnom kell, hogy készen állsz-e az útra. Aztán indulunk a hegyre. Tőled függ, vadász. Mit találtál? Nyomok. De nem szarvas. Tovább keresek. Fiú, itt is van. Ah, hasonlít. De ez nem szarvas. Látod? Az ujjai túl szélesek. Hegyi kecske?
Egyiket. Anyád jó tanár volt. Igen. Igen, ez a pickax, azaz. Újabb nyomok. Igen, de túl kerekek. Talán vaddisznó. Helyes. Túl kerek. Ó! Oh! És most? Erre, fiú. Ja, nekem is megvan, ja, ilyen leesett már, igen, mert ugye a Kratos benne van a fortban, ja. Meg Jutsusnak is megvan. Megtaláltam! Lassíts, fiú! Bocsánat. Vadászol a szarvasra, nem kergeted. Igen, apám. Igen. Szóval aranyos. Kis szarvacska. Vagy szarvaska. Lerombolta a hidat. Hogyan jutunk át? Állj félre. Hú, ezt nem tudom, látod. Ott van! Várj! Mégis azt nem tudom a magyar hangot. Fél tőlünk! Csak akkor lőj! Ja, ne, rendben. Csak akkor lőj, ha azt mondom. Sajnálom. Ne sajnáld. Légy jobb. Találd meg. Találd meg. Ja, igen. Csóri. Az íjamat! Nem állsz készen! Maradj ott! Ugye, Jucus? Dara. Drága örök, még sosem mertek eddig eljönni. Beálljunk meg. Ott van! A régi templomba ment, de anya megtiltotta, hogy oda menjen. Hmm. Azt csinálunk, amit akarunk, fiú. Nincs kifogás. Nézd! Most már visszakaphatom az íjam. Eltalálod innen.
Közelebb kell mennünk. Anyámmal rengetegszer voltam vadászni. Te sosem akartál magaddal vinni. Most miért? Kérte tőlem, és ideje is volt. Értem. Drago! Amúgy azért most, hogy gondolkodok, amúgy is ritka, hogy a szinkron, magyar szinkron, de hogy PlayStation exkluzívból az egyetlen, amihez van, ha jól tudom. Sőt, hát ugye... Tuti. Opa! Ó, várja! Helyére fagyasztottad. Neki többé már nem kell. Nekünk igen. Jobb így hád nélkül, nem? Hogy csak a játékot látjátok. Szóval... Szí! Csá, Hadrian. Hello. Nem arra kell. Ja, az szerintem nem az, Gary. Vagy hagy, szerintem akkor. Apám, nézd! Várj, amíg jelzek. Nyugalom, ne úgy gondolj rá, mint egy állatra. Ez csak egy cél. Hanem úgy, mint egy szarvas. Gyújtsd ki az elmédet. Állj stabilan, és lélegezz. Levegő! Eltaláltam! Szép. Még mindig él. A késed. Nem. Fejezd be, amit elkezdtél. Ja, értem, Arzsina. Hát nem tudom, mit. Nem meg. Jó ám. Jajjaj. Nincs más választásunk.
hozzám se ér! De... Ja, Hadrian, hát az angolhoz képest már ugye azt szokta meg az ember, aki játszik. Ja, a szinkron meg felirat utólag, ami ilyen maszek, az mind PC-n elérhető, úgyhogy Archie igen PC. Meg ugye a billentyűzet egérre tolom, ott mutatja is a gombokat. Fiú, nézd rám! Elidéztük. Az lenne jó, hogyha a play, konzolra is működnének ezek a dolgok, ugye csak hát nem tudsz belenyúlni ott a játékokba. Ez most komoly? Megtaláltam a szarvast! Nekem egy picit a... Nekem egy picit a fiú hangja fura, de a... Hazamegyünk. God of War-nak ez a markáns hang, ez tök... Nekem fel se tűnt így hirtelen, hogy... Voltam már beteg. Más, mint a... Meg tudom csinálni. Biztos más, csak hogy nem tűnik nem fel. A gyerek az... Készen, arra nem emlékszek. Fiú. Aha, ja értem, Hadrian. Készen vagyok. Egy szót se többet. Ja. Ó, ezt nem is figyeltem. Köszi, köszi. Ja, hogy te más vagyunk. Mondtam, hogy ne beszélj. És mióta vannak a drágörök ilyen közel a házhoz? És mi volt ez a fagyott dolog, ami ránk támadt? Nem tudom. Viszont maradj csendben. Mindjárt otthon vagyunk. Befelé, fiú. Befelé, fiú.
Hát Ercsém, ezt nagyon sokszor végig játszottam, nekem nagyon jó játék, annyi, hogy a szinkron az érdekes benne, de nekem annyira azért ezek az új gálopporok annyira nem tetszenek, mint a régiek. De... ezeket is egyszer végig, vagy hogy egy párszor végig játszottam. Jó, a második részt az csak egyszer. Ha képes vagy uralni, használni, de neked ez nem megy. Ha elve... Rég voltam beteg. Már jobban... Az kemény hazja. Jó. Akkor gyere. Üsselek meg? Csak próbáld meg. Hát a csű részben, meg hogy sztori fokozat. De igen, így az is kapcsoltam ki a hádot, mert tudom, hogy mi hogy újra. Működik. Hagyd abba! Gyenge! Újra! Újra! Fejezd be! Újra! A dű magával ragadhat. A közelgő út nehéz. És te, Atreus, nem állsz készen. Mi volt ez? Csendet! Gyere elő! Nincs értelme bujkálni! Tudom, ki vagy! Folyik itt! Ismered? És főképp azt is tudom, hogy mi vagy! Fiú, a padló alá, most! De azt mondtad, nem mehetek le oda! Ki az? Nem tudom. Miről beszél? Nem tudom. Befelé. Csak áruld el, amire kíváncsi vagyok. Nem kell emiatt vérfürdőt rendezni. Azt hittem, nagyobb leszel. De kétségtelenül te vagy az. Jó, messzire keveredtél otthonról. Mit akarsz? Mondjad, Geri. Ó, erre te már tudod a választ. Bármit is keresel, az nincs nálam. Ja! Máshol keresd. És én még azt hittem, hogy a te fajtád olyan megvilágosodott. Sokkal jobb, mint mi. Sokkal okosabb. És te mégis itt rejtőzöl az erdőben, mint egy gyáva, nyúl. Nem akarod te ezt a harcot. Ó. De szerintem meg igen. Hagyd el az otthonom. Figyelmeztettelek. Végre! Nem hallgattál rám. Jól van. Most én jövök! Ajaj. Hogy ez milyen kiábrándító. Gyerünk hát! Értelmetlen! Ajaj.
Ja, nem jó fel a dolcsó. De, ó, oh, az... Pedig dodge-olok. Na most. És megszűnik a fájdalom. Ennyire egyszerű! Ajjaj. Miért van ott két át? Lassú és öreg, soha nem kellett volna Midgardba jönned. Szóval, megpróbálod újra? Túl sokat beszélsz. Nem beszélsz? Talán, akit ebben a házban rejtegetsz, majd fogok. El. Várja. Ja! Baszki, de... Nekem erre nincs időm! Ajaj. Júj! Ja, Hadriel, hát kézzel is megy igazából. Be a szózgé meg beátolga. Ja, igen. Hát, ja. De jó, nem rossz a harc egyszerre. Vagy nem volt rossz, vagy hogy mondjam. Ilyen hamar elmész?
Ajaj. Amikor Odin ide küldött, csak válaszok kellettek, de neked kölgösködnöd kellett. Vágj hozzám bármit, nem állíthatsz meg. Az öreg tested elfárad, de mielőtt végzek veled, még elmondok valamit. Az az jutús, mint a Dovi. Mindenből semmit nem érzek. Vigyú. Láttad a saját szemeddel? Ajaj. Nem tudsz ártani nekem. Semmi sem tud. Ez a harc értelmetlen. A küzdelmed értelmetlen. Nem kellett volna így történnie. Szánalmas! Jaj. Nem győzhetsz. Én semmit sem érzek, de te mindent. És próbálkozol. Én nem a bátyám vagyok. Ha megadtad volna, amit akartam, nem végződött volna így. De nem. Fejezzük át be. Nem győzhetsz le! Gyerünk! Nem érzek semmit! Igen. Á, ez annyira gyorsan csinálja, hogy... Ja, azt nem figyeltem. Juh. Azaz, köszi utús, köszi. Egy kicsit meg vagyunk. Fáradva. Ki volt ez? Ismert engem. Ismeri a múltamat is. Hogy találtak rám. Ennyi jobb így hát nélkül, nem? Jutus. Félj! Mit csináljak? A fiunk még nem áll készen arra, hogy a honvaitot felvigye a hegy csúcsára.
Ahogy én sem. Nem tudom, hogyan csináljuk ezt nélküled. De nem maradhatunk itt. Fiú. Olyan sokáig. Azt hittem. Jól vagy? Jól vagyok. Gyere. Szedd össze a cuccaid, elmegyünk. Azt hittem, nem állok készen. Nem is. De nincs választásunk. Jaj. Bizonyítsd be, hogy tévedek. Értettem. A hegy. Hosszú út lesz. Igen, de egyben fontos. Ó, hogy történt ez? Köszi, Archie, köszi. Ja, folytatás. Aha, most jó. Néha elhalkul a bal fülem. Mármint nem a fülem, a füles. Bocsánat. Ki volt az? Nem tudom. Mit akar tőlünk? Mi senkik vagyunk. Megölted? Azt szia, Lifi. Ja, lehet, mert már ugye sokszor végigjátszottam, nem ez az első. Ez most csak szinkron miatt van. Meghallhattál volna. Ne adj többé magamra, rendben? Rendben. Fel. Korábban is öltél. Ja, rendben. Ugye? Hozzá vagy szokva. A túlélés a legfontosabb. Mert izé, az ugye azért viszem sztori módon, hogy a... maga a sztoria legyen a lényeg, hogy nem az, hogy harcolok. Ők is túlélni akarnak. Keményítsd meg a szívedet. Ó, Ráki. Az utunkon mindenféle. Így akkor egybefüggő kicsit az egész. Keményítsd meg a szívedet a kétségbeesésükkel és szenvedésükkel szemben. Ja. Ne hagyd, hogy érzéseid legyenek irántuk. Nekik sem lesz. Értem. Nem teljesen kívánság, hanem fogadás is egyben, úgyhogy... Ez egész idő alatt volt. Felsegítesz oda? Többet látnék. Remek. Innen sehova nem lehet menni. Csak a hídon át. Jó.
De mi lett volna az a spoiler, amit akartál mondani? Indulj! Sikerült! Fiú! Igen, ura. Jó ötlet! Lemaradt. Ami a kötélen lóg. Egy áldozati tartály? Anyám mesélte, hogy Odin hívei megtöltik ajándékokkal és felakasztják. A tolvajok elől. Hasztalan. Micsoda? Az istenek tisztelete. Az istenek nem törődnek velünk. Az emberek szörnyekhez imádkoznak. Apám, találkozunk másokkal az úton? Igen. Barátságosak? Nem. Megpróbálnak kirabolni? Lehetséges. Igen. Ó. Oh. Nézd! Mindvégig egy védvonal volt az erdőn körül. De ott megszakadt. Te vágtad ki azokat? Anyád jelölte ki a fákat a mágiájához. De miért tenne ilyet? Gyere, és ne nézz vissza. Szóval, mennyi idő, amíg elérünk a hegyig? Nem tudom. A tél beállta előtt? Nem tudom. Jól van, jól van. Nem tudom, nem tudom. Nem látnak már. Még több rögtön! Fiú, koncentrálj! Yeah.
Milyen volt? Segítettem? Ha segíteni akarsz, tereld el a figyelmüket. Arra összpontosíts, akivel nem harcolok, de csak biztos távolból. Értettem. Ide, fiú! Egy Jötnár település van itt. Jötnár? Óriások. El tudod olvasni? Valamennyire, de csak amiket anyja is ismert. Kapcsolódnak egymáshoz, és valamiért eligazodom rajtuk, de nem tudom hogyan. Valami más? Ne kapkodj! Inkább pontos, mint gyors. Értettem. Nézd, azt hiszem, van ott egy láda. Csináltad! Mozgás. Köszönöm. Ott a hegy! Gyerünk! Várj! Stabil! Látod? A kis bénja. Apám, segíts! Kapaszkodj! Siess! Csúszom! Nyugodj meg! Mindjárt! Ezt megúsztuk. Maradj mellettem. Ne nehezítsd meg az utat. Bocsánat. Még több Drager. De nem mozognak. Halottak? Mármint véglegesen? Fiú! Nem vagyok benne nem biztos. Halott, nem halott! Az az ötös, jó zene. Emlékezz! Inkább pontos, mint gyors! Hogyha csak egyszer lősz, mutass önuralmat. Ezt nézd!
olvasd. Olvasd. Boy. Régen ez egy piac volt. Az óriások így gyűltek össze kereskedni az istenekkel. Vajon Odin is járt itt? Odinnyó? Van valami ott fent! Valami áttöri a falat! Na jaj! Te is hallottad? Mi az? Mi ez? Maradj Jézus. Mellettem. Mi ez? Szóval a ijesztő éneklés felé megyünk. Hoppa! Csak úgy eltűnt! Jaj! Ezt úgy jutáltam a bosszokat. Kísértet. Sosem hittem, hogy látok egyet. De miért támadt rád az az ember a házunknál? Megmondtam, fiú, hogy én sem tudom. Fel kéne jutnunk oda valahogy. De hogyan? Kövess.
Fiú! Uram! Már láttam ezt a nyelvet. Ezt a nyelvet? Ja, várjál, hát nem is tudom mennyi az idő. Hát egy fél kettőig, kb. Egyszer. Fiú, ide! A neve Hrungnir. Anyám mesélt róla. Óriás harcos volt kőből. Látszik, hogy egy nagy csatában volt. Ott van Odin, Thor, és még a világhígyó is. Ó, Thor bizonyára szétzúzta a fejét. Látod? De nézd! Hrungnir teste maga alá temette. Idióta. Várjál csak. Ja, hogy itt nem lehet máshol menni. Azt mondtad, az emberek majd lehet kirabolnak minket, de én megölöm azokat, akik ezt tennék. Nem félek. Ha emberekkel találkozunk, maradj ki belőle, érted? De... megcsinálom! Maradj ki ebből, fiú! Erről ne is beszéljünk többet! Működött! Azaz. Köszi. A fejsze nem használ! Ezt jól megkapta! Ja, egyszer Archie fél kettőig. Mert... hogyha... és akkor izé... mit tudom én, esetleg holnap megint ugye folytatni kicsit. Hoppa! Pont belesétál. Nem hiszem el, hogy nyertünk. Szép harc.
Ja, hát be lehet állítani, hogy ez egy ilyen alap, úgymond alap elért, hogy ez az alap Twitch ilyen izéval működik. Nem tudom mi ez. Hirtelen most nem tudom. Ja, az a kedvenced, na. Itt sem biztonságos. Ők is átváltoznak. Élve kellenek. Lefejtjük a húsokat. Szépen apránként. Ez a harc az enyém. Archie Bookshot, már mire gondolod ezt? Ja, nem, nem. Keményíts meg a szíved. Mint egy... Gyere, hosszú utal. Hoppá! Itt várja. Felintézem. Ha!
Igen, igen. Hát aranyos csak. Visszajöttek. Visszajöttek. Most már vége. El akarok menni innen. Hát néha harcba nem vettem annyira hasznát a játékokba. Ne, legalábbis nehéz fokozaton. Mint ahogy gondoltam volna. Az a lánc. Hol a csa, jó? Mindig van egy kiút. Itt. Menj és engedd le. Rendben. Atreus, a lánc. A lánc, rendben. Elfoglalnak a gondolatait, fiú. Engedd el őket. Megölt volna. Tudom, meg kellett tennem. Ez igaz, csak... Akkor haza megyünk. Mi? Mivel ilyen könnyen feladod, ennyire az elején. Várj, nem! Én nem adom fel. Meg tudom csinálni. Mindjárt összeszedem magam. Jól van. Készen állok. Figyelj rám! Hogy hatékony legyen, a harcosnak nem szabad együtt érezni az ellenségével. Az út hosszú és könyörtelen. Nem egy fiúnak való. Harcosnak kell lenned. Értem. Csendfelúglak, hogyha nem mozdulsz meg! Rávenni ezt a faszkalapot, hogy átmenjen a hídon. Megfél valamitől a fák között. Hogy mi van? De kedves. Apám, dobd meg a fejszíddel a fákat a híd túloldalán. A fehér törzsűeket. Igazad volt. Hé! Te valami okos tojás lehetsz, fiú. Ugye fiú vagy? Van neve? Nem tudom. A taholya nem kérdezte az enyém, azt én sem az övét. Mi a tiéd? Brock. Vera Logan. Szóval, nem fogod elhinni, de a fejszédet én készítettem. Én és a testvérem. Az egyik legjobb munkánk. Szóval, rajtunk kívül másnak ne engedd, hogy dolgozzon rajta. Óvatosan kell bánni vele, mert az könnyen tönkre mehet. De én mondom, javíthatok rajta, ha akarod, te kurva pecér. Ne, mi az szóval mi lesz? Igazad van.
Nem hiszek neked. Gyere, fiú. Van egy villát formáló rúna a markolat alatt. Ez volt az én és a fivérem pecsétje, mielőtt szétváltunk. Itten van a fele, né? Akkor most fejleszem, vagy ne? Legyen. De javulást várok el. És hol a pecsét másik fele? A fasz testvéremnél, de tehetségem csak nekem van. Nézd! Gyertek csak, ennyit a csendes pihenemről. Jaj, te szegény. Mi lesz, öcsi? Mi legyen? Ez minőségi anyag. Több nap is lehet, mire feldolgozom. Sok mindentől megvéd. Szerintem meg a páncél. Ne nézz oda, de a barátunk, aki a fák között bujkált, éppen felénk tart. Nosza, csapjad el a fejszéddel! Hátra lehetek mögé! Amíg nem törsz össze semmit! Ezt okozza az érintésem! Elfogadható! Azt mondja, elfogadható! Tudod, mi elfogadható? A halálfunkra! Szarva lépték! Ez az út vezet a hegyhez. Igen, jól tudjátok, ez a jó irány. Érdekel a portékám? Gyerünk! Örüljátok! Az állatodnak viszont kell egy név. Hogy tetszik a hálátlan rohadék? Hé! Hey, hálátlan rohadék! Hozzám! Ez tetszik! Hagytad, hogy egyedül harcoljak. Igen. Az emberek egy dolog. Minden mással harcolnod kell. Amíg nem mondom, hogy elég, vagy meg nem halunk. Érted? Vedd ki a részed, vagy hazamegyünk. Értem. Helyes. Ez csábítónak látszik. Ah!
várj meg itt! Opa! Igen, igen, Hadriel vagyok. Még egy fél óra kb. Sosem voltam még ilyen közel a hegyhez. Milyen nagy. Bárcsak anya is láthatná. Gyere, fiú. Ó, ez szép. Oda néz. Mi ez? Fiú. Nézd, rúnák vannak az oldalán. Mi van odaírva? Ahogy vagyunk, ketten, hárman. Ahogy egyedül sosem lehetnék. Egy rejtvény. Talán a közelben lehet a kulcsa. Szerintem a gyűrűknek. A gyűrűs forognak. Gyere le! Még mindig nem tűnik jónak. Thank you.
sokat látok. Fiú, mit jelentenek ezek a rúnák? Azt írja, család. Ez nem a kulcs. Ez a válasz, ami egyedül sosem lehetnék. Igaz? A későddel rajzold a rúnákat a homokba. Biztos? Kiszló! Valami történt! Örültem Brocknak, de annak jobban, hogy elhagyjuk ezt a helyet. Már elhagytuk. Hopp, egy Darky repült itt. Fiú, ezek a nyomok. Talán vaddisznó. Nem is tudom, de megtalálom. Menj. Fontos, hogy egy harcos képességei éberek legyenek. Készülj fel! Az anyádat. Vissza, fiú! Szerinted a Resident Evil Gold Edition megérte. Hát hogyha ha szereted a Reziket, akkor ezeket az FPS Reziket, akkor megér. De nekem annyira nem, mert ugye én nem szeretem, de amúgy igen. Igazából egy kicsit ez ilyen szubjektív, hogy ki mennyit szán egy játékra, de ha most így nézzük, 13 eurót minden sztori játék, főleg ezek a tripleik azért. A három Nornirt jelképezi. Nornir. A sorsok. A sorsok. Azért, hogy mondjam, érnek annyit, hogy ellegyél velük ennyi időt, ha érted, mire gondolok. És ráadásul ez egy az amúgy jó játék. Én végigvittem így, úgyhogy csak késsel. Aha, oké. Ja.
Nézz ide! Ha, érdekes. Talán le kellene írni. Aha! Az anyádat. Ja, hogy a streamre, aha, ja értem, hogy a horror téma, ja, értem. Szerintem az fasza, meg az úgy... Én azt gondolom, hogy arra az emberek amúgy kíváncsiak is lennének, hogyha... Ez egy jó horror. Ha még nem játszottál vele. Ja, már főszedtem, jó koszosz. Vagy hol fönt? Ó, ja értem. Várja, nem erre kell menni. Fiú, hallom az állatot hangját. Tudtam, hogy van disznó. Ja, hát figyelj, magyarítás az minden játékhoz van. Egyedül talán az új Dead Space-hez tudod, ahhoz nincs, ha jól tudom, meg a Forspoken-hez, de az összes többi játékot tudod magyarul játszani szinte. De most így hirtelen nem jut eszembe a triplai játékból olyan, amihez nincs. A vaddisznó irája vastag. De hát, eltaláltam, ugye? Azt tettem, amit mondtál, mégis lepattant. Lehet, hogy a disznó mágikus. Te mit gondolsz? Ilyet még sosem tapasztaltam. Akkor eredj utána. Légy résen! Még több olyan ember? Valami más. Néhány test olyan, mint azok a halott izék. Erre! Átfutott alatt! Menni fog. Könnyüket fel, szilárdan tartsd, nyugalom. Inkább pontos, mint gyors. Igen! Ne veszítsd el! Fiú! Merre vagy? Hoppá, figyelj! Hm.
Nem tudsz dönteni. Atreus! Lassul! Várj meg, fiú! Atreus! Tartozik valakihez. Nem is, ő a barátom. A fiú az én parancsomat követte. Akkor segíts helyrehozni. Tartsd itt a kezed. Azt mondtam, tartsd, vért veszít. A fajtája utolsó példánya, és ti lelőttétek. Étel kellett? Célba lövés. Célba lövés. Én nagyon sajnálom. Tartsd nyomás alatt. Az én hibám. Jobban kellett volna vigyáznom rá. Meg fog halni. Azt nem fogom hagyni. Te! A nyíl elvágott belőle egy artériát. Találd meg a két végét, és tartsd őket szorosan. Kezdjük a bal oldallal. Fogd meg, és tartsd. Most a jobb oldalt. Tartsd erősen. Jó. Most húzd őket össze. Igazítsd egymáshoz. Szóna. Van bőven horror játékban az összes Resident Evil, Silent Hill. A házam ott van a fák között. Oda hoznád? Nem halhat meg. Most az LMV-k igazából az is olyan... Hát jó, nem teljesen horror, inkább ilyen... Ez picit talán enyhém. Erre. Kicsit nagy neked az az én, nem? Anyám készítette. Azt mondta, majd hozzánövök. Soha nem láttalak ebben az emberben. Ja, az AV2 annak brutál gépigénye van. Az biztos, hogy nem fog. Anyám. Vagy hát attól függ, jó, full HD vagy az erősebb kártyák végig is. A hangvait? Hát... Az utolsó kérésem. Fiú! Én sajnálom a veszteséget, ami ért. Nem a legjobb. Itt vagyunk. Egy fában laksz? Nem benne. Alatta. Emily! Nézd! Semmi. De az nem jön be. Ja, hát ja. Nem mindenkinek fekszik meg. Fiú. Most ugye az LMV2-ben sok a nyomozás, szóval hogy nem egy pörgős játék, ilyen szem, nem túl pörgős játék. Jó fiú vagy. Gyorsan! Rakd a körbe! Tartsd ott! Egyedül élsz? Így a legjobb. Igen, apám sem szereti az embereket. Fiú! De hát így van. Fogd erősen, mielőtt kárt tenne magában. Jó,
pihenj. Még két dologra van szükségem. Friss vörös gyökérnő a ház mögött. Hoznál nekem egy maréknyit? Mi a másik? Tudom. Tudom, hogy egy isten vagy. Nem e világi, de kétség sem fér hozzá, hogy az vagy. A fiú nem tudja, igaz? Hogy mi vagy te. Hogy micsoda ő. De ez nem tartozik rád. E világ istenei nem fogadják szívesen a kívülállókat. Hidd el. Tudom, mit beszélek. Ha megtalálnak, és megfognak, megnehezítik a dolgokat. A fiú válaszokat akar majd. Az az én gondom lesz. Bármit is rejtegetsz, nem védelmezheted őt örökké. De igazad van. Nem tartozik rám. Kellene még borzas kakuktorma is. Egy fehér szirmú virág a kertben. Csak egy maréknyit. Jó. Borzas kakuktorma. Jézus. Nem akar kijönni. Talán ez segít. Elejtettem? A vad üldözése közben. Mi van velem? Ha elveszíteni... Már elveszítetted. Mostantól jobban vigyázok rá. Minden itt van, ami kell. Szóval életben marad? Igen. Akkor mi megyünk is. Várjatok! Köszönet nélkül nem. Biztonságot akarsz? Ez a jel elrejt azoktól, akik megnehezítenék az utatokat. Rövidebb út a ház alatt, ami biztonságban kivezet az erdőből. Kövessétek az ösvényt, majd tartsatok a fény felé. Látunk még. Amikor csak akarod. Most menjetek. Gyere, fiú. Föld alatti átjáró visszavíz benneteket a hegy felé vezető útra. Használjátok a csónakot. Várj! Ezt tedd el. Ezzel tájékozódni és navigálni tudsz a világban. Mindig a céljait felé vezet.
ott egy csónak. Ja, rendben, Hadrian, meg én is azt akartam mondani, hogy mivel hogy fél kettő, ezért hagylak pihenni titeket. Aztán... remélem nem túl későn fejeztem be. Ők új Junun. Ahaha, Jézus, aztán izé... mit akarok mondani, majd folytatjuk. Egyelőre, hát ahhoz képest szerintem elég sokat haltunk, még nem gondolom, én valahogy nekem az emlékemben úgy jött, hogy ez a, mi a neve ennek, a teknősös rész, ez valahogy a sztorinak a már előre haladott szakaszában volt. Én jó, persze régen nehezebb fokozaton játszottam, és nem tudtam ilyen ütemben haladni értelemszerűen, de hogy, ja, még egy dolog, figyeld, most veszem, most látom csak. Nézd csak, Jucus, mi van itt? Ilyen varjú koponyák ott körbe pörögnek ott, vagy mi az Isten? Azok a kicsi ló, amikor föl vannak lógasztva. Úgyhogy végem van. Úgyhogy akkor... most ezen gondolkozom, én valószínű még belejátszok egy ilyen kis chilles játékba, de ugye ti szerintem mentek lassan lepihenni, úgyhogy azért akkor inkább ezt nem játszom tovább, mert most magamnak nem akarom, inkább nektek majd. Meg hát ugye Jucus, fogadásba te nyerted meg, úgyhogy nem akarlak titeket úgy nagyon fönnmarasztalni sokáig. Aztán így is azért szerintem elég jó haladtunk. Hát most így chillesbe belejátszok, aztán lehet egy óra múlva elfáradok, akkor elmegyek pihenni, nem tudom. Majd kiderül. Csak azért mondom, hogy itt, hogy mondjam, itt ez nem akarom nagyon hajnalban játszani, mert akkor akit érdekel, az kicsit nehezebben tudja nézni. Úgyhogy, hát én még visszajövök, a izéval játszok, a mi a neve annak a játéknak, az a monolit, az a kíváncsiak, az ilyen kis chilles. Úgyhogy, tényleg akkor, aki elmegy közben pihenni, annak nagyon szépen köszönöm a figyelmet. Aztán, hogyha valakit még itt chillbe érdekel ez a monolit, akkor maximum maradhat. Annyi, hogy... a streamet nem lövöm le, ja de, mert ugye külön izé, ja, annyi, hogy leállítom és elindítom, majd. Egy fél percre rá. Aztán, ja. Aztán, ameddig... tudtok, még maradhattok. Archie, mire gondolsz? Elfelejtettem azt a... hát, hogy most egyszer pihi ezzel, ugye? Mert úgyis, amúgy is lassan megy ennek a legtöbben aludni, meg Jucus is gondolom lepihen. És akkor... hogy mondjam, ezt leállítom. Ezt folytatom majd, mit tudom én, lehet, hogy holnap egy kicsit, meg holnap után egy kicsit, majd ha úgy lesz idő, majd meglátjuk. És akkor a... én még itt chillbe visszajövök ezzel a kis játékkal, azzal az űrhajós, aztán azt meg így látszogatom, ameddig még nem leszek fáradt. És akkor azért mondom, hogy leállítom a streamet, de egy fél perc, egy perc múlva jövök vissza, ha valakit érdekel az a játék így lurkba vagy valami. Ja, köszi Jucus, köszi, hogy itt voltál, remélem tetszett. Úgyhogy szép álmokat. Ja, persze, megértem. Azért mondom, hogy pont, hogy nem akarom ezt sokáig játszani, pont az előbb mondtam, Archie, hogy tudom, hogy aludni akartok legtöbben, és akkor
Érted, akkor most tök fölösleges, mert én bármikor itt vagyok, mi vagy nekem kell játszani, akkor inkább úgy, hogy akik titeket, akik itt érdekel, meg Jutsus ugye, akkor ne hajnalba játszom, amikor nem mindenki fáradt. Ja, nagyon szívesen, úgyhogy puszi Jutsus, neked jó éjszakát, Archie, neked is kitartást és jó éjszakát, meg ugye Hadrielnek, aki elment, aztán majd találkozunk holnap, én meg még egy kicsit itt virrasztok. Nagyon szívesen Jutsus, nagyon szívesen mindenkinek. Úgyhogy akkor le is állítom a streamet egyszer, akkor sziasztok ti nektek. Páó, páó. Azt mondja. Sziasztok. Hello, bello.